körülbelül 20 éve kezdtek el a kutatópszichológusok arccal foglalkozni, amikor a modern komputertechnika megjelent. Arcokat fiatalítottak, öregítettek, férfiasítottak, nőiesítettek, átlagoltak, és ezeknek a hatását vizsgálták. Azt vizsgálták, hogy az észlelők hogyan látják ezeket a különböző arcokat, mitől függ, hogy hogyan látják, de egy problémával nem tudtak mit kezdeni, és ez a haj, illetve a hajnak a hatása az arc vonzerejére. A kutatásaim főként az arcnak a szexuális vonzerejét célozzák meg, és a hajviseletnek a hatását, főként a női hajviseletnek a hatását az arc vonzerejére. Kutatásainkban azt találtuk, hogy a hosszú hajnak kitüntetett szerepe van a női arc vonzerejét illetően, és ezeknek különböző biológiai okokat tulajdonítottunk. Azt találtuk a vizsgálatainkban, hogy a hosszú haj azért vonzó a férfiak számára, mert az ilyen különleges külsővel felruházott arcokat egészségesebbnek tartják, mint ugyanazokat az arcokat, csak rövidebb hajjal. Úgy tűnik, hogy egy nagyon alapvető biológiai templátunk van az egészségesség, termékenység jelzéseinek a befogadására. A vizsgálatainkban többek között azt is találtuk még, hogy a kevésbé vonzó arcú nők arc vonzerejére sokkal nagyobb hatással van a hosszú haj, mint az amúgy is vonzóbb arcú nők faciális arcbéli vonzerejére. Mivel ezek nagyon korai első vizsgálataink voltak, ezért egy ilyen dopping jelleggel is működnek. Az embert elkezdi áthatni az az érzés, hogy valami újat, valami érdekes dolgot tud mondani, és arra sarkalja, hogy ugyanezt az érzést még egyszer el szeretné érni, vagy még többször el szeretné érni.